Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Az Európai Unióból doktornő az öntudása szerint kitenni nem lehet senkit, ugye? Ki lehet szavazódni, lásd Brexit, a Hunxitről is már volt szó, de ehhez, miután népszavazással kerültünk be, elvileg ugye ahhoz egy újabb népszavazás kéne, ha ki akarunk szállni. Annyira nem vagyok azért jártas az európai jogszabályokban, de amennyire én tudom, valamennyi tag szavazata szükséges ahhoz, hogy mondjuk Magyarországot kiszavazzák. Hát ugye eleve, ha Magyarország nem akar, akkor nehéz lenne ezt megoldani. De természetesen meg lehet keseríteni az életet, illetve hát el lehet vonni forrásokat, amire én úgy tudom, hogy elég komoly késztetést éreznek az Európai Unióban. Nem is csodálom, mert ennyit azért egy dél-amerikai banánköztársaságban sem lopnak, mint amit Magyarországon üzemszerűen. Ez azért világ. Hát az a baj, az ilyen állításokat bizonyítani is kell, hogyha az embert hát beidézik a bíróságra. Hát nem kell, bocsánat, én nekem azt tanították meg, hogy mint politikus mindent el kell tűrni. Még akkor is, hogyha mondjuk egy Mészáros Lőrinc azt mondja magáról, hogy ő nem politikai szereplő, ez nem így van. Tehát, hogyha az ember azt mondja, hogy x évvel ezelőtt egy gázszerelő volt, és most Európa egyik leggazdagabb ember, azért én feltételezem, akkor hogy nem örökölt. Útközben kitalált valamit, amiért Nobel-díjat hát, is kaphatott. Hát ha csak úgy, én nem tudok, hogy kapott volna. Gázszerelők azért ritkán kapnak tudományos Nobel-díjat, bár ebben a világban minden megtörténhet, de szerintem azért nem. És én úgy tudom, hogy a Fidesz a legkevésbé sem szokta zavarni az, hogy bármilyen állításokat igazolják, vagy bizonyítsák, majd legfeljebb később kiderül, hogy mégse így volt. Nozakson, mondják ők. Újabban a Meteorológiai Intézet egybehangzó jelentései szerint bebizonyosodott, hogy már megint a víz az úr. Általában ezt már Petőfi óta elég na jól most, tudjuk. Egy-egy ilyen hatalmas árvíz komoly egészségügyi problémákat is okozhat, nem csak anyagi károkat. Jó előre be volt harangozva, hogy a kormány kötelező oltásokat fog bevezetni. Ez a mostani kötelező oltás a hetedik osztályos fiúknak a máj betegség ellen. Miért csak azt nem most? Tudom, miért pont fiúknak, mert lányok ugyanúgy elkaphatják. De mint említettem, nem vagyok sem gyerekgyógyász, sem oltás szakértő, tehát ebben én semmiképpen nem szeretnék belemenni. Egyébként az árvíznek a világon semmi köze nincs a hepatitis B vírushoz. Azon kívül ez az árvíz, ami azért, ha én jól látom, legalábbis Magyarországon viszonylag keretek között mozog. Ennek azért olyan egészségügyi kockázata, hogy most elképesztő járványok ütnék fel a fejüket. Budapest szerte nincs esélye. Hát sajnos a hülyeség az igen, az terjed, de az az árvíznél sokkal gyorsabban és sokkal nagyobb körben. Na de hát ön azért csak emlékszik arra, hogy mióta boldogítom önt, mióta visszatértem az ígéret földjéről, ez 2003 óta történt. 2003 óta minden évben újból és újból a római partnak, a gátakról beszélünk. Ez egy visszatérő esemény. Nem lehet ezt egyszer is mindenkorra megoldani? Ez egy pontosan olyan dolog, hogy régi mondás szerint, hogy a magyar mezőgazdaságnak négy fő ellensége van, tavasz, nyár, ősz, tél. Hát általában mondjuk itt a árvízvédelemnél is mindenkit rettenetesen nagy meglepetésként szokott érni, hogy egy-egy folyó, egy nagyobb esőzés következtében, főleg ami mondjuk a Schwarzwald-hegységből indul, kijönt. Erre való védekezés már elég régen ki van találva. Víztárolóink viszont üresek. Hát én nem tudom, hogy a kettő között lenne összefüggés, mondjuk a árvíz, ami a fáktól kezdve minden csodor, én azért nem szeretném, hogy az legyen a víztárolóinkban. Világos. De miután három hónapig szinte semmilyen eső nem esett, most valószínűleg bepótlódik,
de per pillanat semmi olyan veszély nincs, ami azt mondaná, hogy itt valamilyen rettenetes ragályok lesznek. Én azt hiszem, hogy a magyar egészségnél ezen kívül számos más egyéb problémája van. Ez a árvízi kolera járvány ez most nem fenyeget. Na de ha megnézzük az alapvető problémákat, a 11. kerületben itt volt nálam a DK polgármestere, aki kollégája, vagy orvos, kész van egy rendelő, de nincs kész az állam által a beleegyezés, hogy egynapos műtétekért mit fognak fizetni a kórháznak. Ez nem kórház, ez rendelő. A rendelőnek. Igen. Na most az OEP. Hát ez nem egy luxus. Ha már végre vannak asszisztensek, vannak orvosok, van berendezés, de minden engedély megvan, csak az OEP még nem döntött el, hogy Itt gyakorlatilag ugyanaz a fennforgás, mint Budapest esetében. Ez egy ilyen társasjáték, a kicseszősdé, amihez általában ketten kellenek. Most ugyanez zajlik kerületi és állami szinten, hogy ki hol tud a másiknak jobban ártani. Azt is mondhatnám erre, hogy mondjuk a NEAK-nak, mert most így hívják őket szép nyelven, de ugyanaz az OEP természetesen, nincs elég pénze, és azt mondja, hogy akkor újabb dolgokat nem fogadok be. Mert hogy még a meglévő kapacitásaimat sem tudom megfelelő módon finanszírozni. Na most, hogyha lenne új forrása, és nem mindenféle, most hadd ne soroljam fel azt a mérhetetlen listát, hogy mi mindenre költöm a pénzt, állami pénzekről beszélünk, ahelyett, hogy mondjuk az egészségügybe forgatnám bele, akkor természetesen nem lesz elegendő forrásom arra se, hogy egy napos sebészetet a 11. kerületben megfelelő körülmények között működtessek. Ez ilyen végtelenül egyszerű. Na de hát, hogyha ezt én is megértem, arról már nem is beszélek, hogy ön, aki orvos és nem közgazdász, ezt szépen elmondta. Tehát van közgazdasági diplomám is. Mázoltóval, akkor gratulálok. Elég régi már. De ezt nem értem, hát az ország vezetése nem a nép ellensége. Hát ezt tessék sokszor tükör előtt mondogatni, hogy hiteles is legyen, mert a jelenlegi állás szerint én ezt, amennyiben az országnak tekintjük saját magukat, és akkor valóban igazi szent emberek, mert maguk felé hajlik a kezük. Az, hogy mondjuk egy olyan város, amelyik bűnös város, amelyik ugye nem Fideszre szavazott, az alapjáraton ellenség, és ott aztán mindenki és minden pusztuljon. Tehát azért itt nehéz lenne azt mondani, hogy az ország lakóinak épüléséért és szépüléséért történik bármi ebben az országban. Ezt azt hiszem, és úgy látom, hogy egyre többen el is hiszik, hogy ez így van. Máskülönben 3 hónap alatt a Tisza párt nem érhetett volna el ekkora fantasztikus támogatottságot, hogyha nem így lenne. Mert hogy a jelenlegi ellenzéket nem tartják már semmire a népek, joggal én azt hiszem, kerestek egy másik lehetőséget. Olyat, akire azt mondják, hogy na ő valóban nem az ország ellenséget. Bár az is igaz, hogy ugye ez puding próbálja, mint tudjuk, ki fog derülni a pudingról, hogy ehető vagy nem ehető, de egyelőre az emberek valóban nincsenek arról meggyőződve, hogy értük történik minden. Tájékozódni próbáltam egy történelmi párt jövőjét illetően, így aztán belenézett egy varázsgömbbe? Igen, és így aztán sikerült közel fél órát beszélgetnem dr. Hiller Istvánnal, a választmány elnökével, és elmondta, hogy tulajdonképpen személyi dolgokról fognak beszélni, meg ideológiáról, majd aztán jött Szanyi kapitány, és azt mondta, próbálom őt szó szerint idézni, hogy... Szalonképes? Abszolút, hogy azok nem lehetnek baloldaliak, akik nem beszélnek az imperializmusról. És
úgy gondolkodtam, hogy hát ha ez a legnagyobb probléma, akkor miért nem tud az ellenzék összefogni, hisz így a küszöböt nem tudják megugrani. Azért, mert homlokegyenest ellenkező ideológia, elnézést, lehet, hogy ez egy kicsit nagy szó, már jelenlegi ellenzéknél, mondjuk például a Momentumnál én semmiféle ideológiát nem látok. Hál' Istennek most már úgy tűnik, hogy el is tűnnek a történelem süllyesztőjében. Az az LMP. Nem, az is. Én ugyanoda való mind a kettő. Én azt az ideológiát nem látom, nem hallom. Tehát önmagában az, hogy én verbálisan mondok valamit, ugye, és csapkodom a mellkasomat, hogy én ez meg az vagyok, az mondjuk a viselkedésem, most ezt idézőjelben mondom, a viselkedésem, a nyilatkozataim, a politikám messze-messze nem erről szól. Ergo hiteltelenné válik. És azt hiszem, az egész jelenlegi ellenzéknek ez a legnagyobb problémája, hogy minden létező hitelét elvesztette. Tehát akkor, amikor egy DK elnök, mint tudjuk, multimilliómos, milliárdos cégekkel Szemlőhegyen lakik, ott Szanyi kapitányt idézve, miért beszélni az imperializmusról, vagy ki az, aki az imperializmusról beszélne? Hiller István se beszél róla, ha jól tudom. Legalábbis nagyot lepődnék, ha nem így lenne. Erzsébeten lakik, azért az mégsem a Szemlőhegy. Nem is pártelnök. Tehát, hogyha már erről beszélünk, de én nem, ma már az ideológiák harca, bármilyen szomorú, messze nem az, az mint ágyba, ezzel ökötve. Az ágyba egy 72 éves beteg fekszik, ön vizitál, és bennmaradt a hozzátartozó. És azt kérdezi a doktornőtől, hogy doktornő, vegyünk neki egy új pizsamát? Arra gondol, hogy tartós tejet mennyire érdemes? De ha olyan, akkor természetesen. Tehát közeledünk egy egypólusú politikához? Marad a Fidesz, és marad mondjuk a Mi Hazánk? Nem, én most nem tudom, miért kerültem meg. Hát itt van a Tisza párt, amelyik jelenleg az egyetlen szabad szemmel jól látható ellenzéki politikai erő, ami megfelelő zavart keltett is. Szeretettel várjuk őket, hogy elmondják. Hát gondolom, önök meghívják, nem szeretettel az én várjuk, feladatom. Szeretettel várjuk őket, hogy elmondják, hogy ők hogyan védekeznének jövőre a Duna kiöntése ellen. Én inkább az egészségügyre lennék kíváncsi. Ez ugyanaz. Nem, a Duna itt is az, vannak. Nem, a Duna az, ha tetszik, ha se ki fog önteni, vagy legalábbis árvizet a Dunát fog is okozni. Lehet szabályozni, tetszett erről hallani? Így van, de hát az azért minden, azt azért mindannyian tudjuk, hogy mondjuk egy ekkora eső, de ma már azért annyival fejlettebb a prognózis, hogy látjuk azt, hogyha mondjuk a Fekete-erdőbe óriási mennyiségű víz elindul, hogy az előbb-utóbb ide fog érni. Tehát mondjuk azért ez annyira nem okoz meglepetést, míg nem mondjuk ami az egészségügyben összeomlás közeli állapotot idéz elő, az bizony megelőzhető lenne. A természeti katasztrófák nem annyira. A saját magunk által előítézett katasztrófák azok igen, azok megelőzhetők lennének. Köszönöm, hogy időt szakított ránk, és visszavárjuk. A meghívás megtörtént. Majd kiderül, hogy mikor érnek ide, és hogy akkor még lesz-e miről beszélnünk. Tartsanak velünk, már is jövünk vissza.